Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része. Jó hír, hogy a Független Diákparlamentben nyíregyházi képviselő is van. Vendégem ez a bizonyos képviselő, Illés Nikolett. Szia! Szia! Alapozzuk meg, hogy mi is ez a Független Diákparlament, és egyáltalán kik lehetnek képviselők, és milyen célzattal működik. A Független Diákparlament egy diákok által létrehozott demokratikusan működő szerveződés, amelynek választott képviselői vannak, és ezek közül vagyok én az egyik. Észak-Alföld képviselője lettem, november 7-én vehettem át a mandátumomat, ez egy évre szól, és abban a megtiszteltetésben részesülhettem, hogy Észak-Alföld jelöltjei közül én kaptam a legtöbb százalékot, 37%-kal juthattam be. Egyáltalán kik jelentkezhettek erre, és milyen típusú fiatalokat kerestek talán? Olyan fiatalokat keresnek, akiknek van véleményük az iskoláról, az oktatásról, és kimernek állni, elmondani ezt a véleményüket, és van bennük egy ambíció, hogy változtassanak, és jobbá tegyék az oktatást. A szónoklattal biztos, hogy nem lesz gondold, erőteljes hang, egy bájos leányzóban. Mi a célod ezzel? Hiszen biztos vagyok abban, hogy mondjuk, nem is tudom, irodalomórán remekelsz, szónokolsz mondjuk egy-egy iskolai versenyen, jól gondolom? Igen, jól gondolod. Kiskorom óta mindig vonzott a színpad, úgyhogy furuljáztam, modellkedtem, mindenfajta táncot kipróbáltam, illetve a színészkedés a nagy álmom, úgyhogy a jövőben a színészi pályára készülök, illetve énekelek, úgyhogy tudom, hogy ez egy nagyon nehéz pálya, de úgy vagyok bele, hogy merni kell nagyot álmodni, és akkor elérhetjük a céljainkat. A diákok érdekképviselete és feladatod most már, az biztos, de hogyan képzeled el ezt ténylegesen kivitelezni? Hát szeretném, hogyha az oktatásban változások történnének, hiszen diákként én is látom, hogy nagyon sok probléma merül fel, és ezeken jó lenne változtatni, hogy jobb legyen a helyzetünk. Mikor lesz az első találkozótok, ugye a frissen megválasztott jelöltek, most már képviselők, mikor ülnek össze először azzal kapcsolatosan, hogy egyrészt bemutatkozzatok egymásnak, másrészt pedig akkor, hogy lefektessétek a következő évre, évekre az alapokat? November 20-ától 22-ig Budapesten lesz az első plenáris ülés, ahol felvetjük a problémákat, szavazunk, illetve bizottságokat is hozunk létre. Ó, már egyből szavaztok, és így tovább, az ejha. Milyen témákban, tudod-e már? Hát erről pontos dolgokat még nem tudok sajnos mondani, de mindenféle témával kapcsolatban lesz, ami az iskolában előfordulhat, és akkor a bizottságok fogják majd ezeket a témákat kidolgozni. Te nyíregyházi diáklány vagy, így azért az osztálytársak, iskolatársak és barátok mit javasoltak egyből neked? Mi az, amit esetleg hangoztas, mi az, amit esetleg felves majd a diákparlamentben? Főként a mindennapos testnevelés órákra gondoltuk, igen, hiszen úgy gondolom, hogy ez egy felesleges időtöltés. Persze tudom, hogy azért hozták be, hogy a diákok sokat sportoljanak, viszont aki akar sportolni, úgy is fog, aki meg nem akar, az úgy se fog. Úgyhogy ez nagyon sok időt meg energiát elvesz, illetve megoldani se tudják rendesen az iskolák. Nagyon sok osztály kiszorul az órákon, a folyosókra, az aulába, vagy a zuhanyzóba kell öltözni, hiszen nem tudják megoldani. Viszont hogyha szorul több osztály is a tornaterembe, akkor meg nem tudnak érdemi tanítást tartani, úgyhogy nem látjuk ennek nagyon fontos szükségét. Te miért jelentkeztél amúgy erre? Hiszen említetted, hogy modellkedtél különböző iskolai rendezvényeken, ott vagy mindig az élmezőnyben, de önmagadat jelölted, bíztattak téged, hogyan emlékszel vissza a jó pár héttel ezelőtti kezdetekre? Én júniusban találtam rá a Független Diákparlamentre, és megtetszett ez a szervezet, hogy mi is lehet ez, úgyhogy felhívtam a szervezőbizottságnak az elnökét, hogy mondja el, hogy ez micsoda, mit kell itt csinálni, és hogyan lehet bekerülni. Mondta, hogy még nagyon sok idő van, szeptember-október környékén lesz a jelöltetési időszak, és utána novemberben derül ki, hogy ki lesz képviselő, és így kezdődött,
Úgyhogy... És a szülők támogattak? Mert azért ez egy olyan dolog, hogy kötelezettséggel is jár. Ugye említetted, hogy egy hét múlva már plenáris ülés Budapesten, utazás ide, oda, amoda, tehát azért gondolom ez anyagilag is, meg tényleg minden tekintetben felelősség. Igen, szerencsére a szüleim nagyon támogatnak, illetve nagyon kíváncsi vagyok, és mindenhova el szeretnék jutni, és úgy gondoltam, hogy ez is egy olyan terület, ahol még nem voltam, úgyhogy meg szeretném tapasztalni, hogy tudok ott helytállni. Úgyhogy ezért is jelentkeztem. Van már elképzelésed arról, hogy november vége után, tehát ahogy most lesz ez a plenáris ülés, hogy milyen gyakorisággal kell majd értekezni, esetleg ténylegesen összehívni a Független Diák Parlamentet? Folyamatosan az interneten fogunk kapcsolatba állni egymással. A második plenáris ülés az pedig tavasszal lesz, illetve időnként lehet, hogy össze fogunk hozni vitaesteket, meg hasonló rendezvényeket. Mennyire engednek amúgy idézőjelbe a nagyok dolgához közel majd titeket? Van esetleg erre rálátásod mondjuk az előző évek tapasztalatai alapján? Utána néztél-e, hogy mondjuk egy-két-három évvel ezelőtt a diákparlament képviselői mit érhettek el, kikkel tudtak találkozni? Sajnos ennyire mély dolgokról én se tudok, úgyhogy majd jövő héten megtapasztalom, hogy miket lehet itt elérni. Lehet, hogy akkor tavasszal visszahívunk téged, egyrészt akkor, hogy beszéljünk a plenáris ülésről, illetve az addig elért munkákról, eredményekről. Én köszönöm szépen, Niki, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hajrá neked! Nagyon szépen köszönöm! Maradj még itt egy kicsit velünk, mert jön egy bejátszás, a Bencs villában gyönyörű falvédő kiállítás tekinthető meg, mint mindig most is ingyen. Erről is szólunk a következő percekben, köszönhetően Fehér Attilának. Aki járt már a Bencs villában az utóbbi néhány évben, az tapasztalhatta, hogy nagyon sok mindenre nyitottak ezek a helyiségek. Sok minden volt már a falakon, de írásos falvédő még sohasem. Talán ezért kapta ez a kiállítás azt a címet, hogy Ili Mama konyhája. És valóban, aki belép most az Európa terembe, az egy kicsit időben visszarepül, akár a gyerekkorunkban ilyen 40-50 évvel ezelőttre, mert nagyon szép, régi kort idéző falvédőket láthat a falakon, sőt a függönyön is, mert annyira sok darabja volt ennek a kollekciónak, hogy a gazdája végül azt kérte, hogy még egy termet szabadítsunk föl számára, így aztán rengeteget láthatnak a nézelődők. A rengeteg szó mögött képzeljünk el egy 300-as adatot, mert hogy dr. Pataki Piroska, aki rendelkezik ezzel a gyűjteménnyel, nagyjából ennyit gyűjtött már össze az évek folyamán. Csodálatos kiállítás megnyitónk volt ezekből a falvédőkből. Ebben a hónapban Baracsi Endre úr, a megyei közgyűlés alelnöke nyitotta meg, nem akármilyen közvetlen stílusban, hiszen ez illett ehhez a kiállításhoz. Majd Marján László citera művész volt köztünk, és stílusosan citera muzsikával kísérte a programot, illetve itt volt az egykori röpülypáva győztes, a népművészet mestere Simon Józsefné Tákosról, nem mondom, hogy milyen repertoárral, mindenki együtt énekelt vele a nézőtéren is. És a műsor végén a Brillante énekegyüttes zárta a programot egy remek összeállítással. Na, ilyen hangulatban nyílt meg ez a kiállítás, úgyhogy aki a Bencs Villa környékén jár november folyamán, annak mindenképpen ajánljuk, hogy nézze meg, különleges, van egy nagyon különleges ízlésvilága, és remek dekoráció is díszíti ezeket a falvédőket. Abban egyeztünk meg a kiállítóval, hogy itt az Európa teremben lesz mindaz, ami a konyhával, a családi élettel kapcsolatos, házi asszonyokkal természetesen, akár a nagymamáktól a fiatal hölgyekig, kisasszonyokig. Férfiakról viszonylag kevesebb van érdekes mód, és észrevettük, hogy egy olyan családtag van, akikről nem születnek írások, az a kisfiú valamiért. Tehát ezeket mind itt látjuk majd, jópofa, szellemes, bölcs gondolatok vannak ezeken a falvédőkön, míg a másik
játékteremben, az elegáns bench termünkben kimondottan szentélyt létesítettünk, hoztunk létre. Ott vannak ugyanis az egyházi jellegű, inkább vallásosabb témát érintő falvédők, természetesen a házi áldások elmaradhatatlanok. Meddig látható a tárnat? A hónap folyamán végig, és minden nap 9-től 5 óráig vagyunk nyitva. Térjünk rá arra, hogy a novemberi hónapban milyen kiállítások, illetve milyen programok várnak még az ide látogatókra. Amíg a hónap folyamán az írásos, feliratos falvédőket tekinthetik meg a kedves ide látogatók, programok is lesznek még. 19-én várjuk legközelebb a könnyű zene rajongóit. Azt vettük észre, hogy a retro jellegű zenére mindig nagy az érdeklődés, úgyhogy 19-én megint egy kicsit Cserháti Zsuzsa, Szécsi Pál, Korda György világába utazunk vissza. Rozsnyai György énekes lesz a vendégünk, Gyuri bácsi, sokak kedvence, akinek most a vendége Zentai Edit lesz, hogy egy egész más hanggal egészítse ki az ő műsorát. Aztán 25-én egy könyvbemutatónk lesz még ebben a hónapban. Majlát Magda legutóbbi könyve, a Megigézlek, kerül most bemutatásra. Már csak azért is ajánlom mindenkinek, mert I.S. Péter előadó művész is köztünk lesz, ő mond majd verseket, vagy olvas föl a kötetből, de lesz egy meglepetés vendégünk is, a Móricz Zsigmond Színház társulatából egy művésznőt várunk majd ide, és már most elárulhatom, hogy a versek egy része megzenésítésre került, gyönyörű dallammal, nagyon szépen hangzanak majd. Aztán 26-a az utolsó programja a Bencs Villának ebben a hónapban, amikor is újra összejön a TÉK, a Teljes Élet Klub. Megint nagyon sok hölgy lesz itt együtt, azért, hogy egymásnak tanácsot adjanak, és az élet különböző területeire kalauzolják el a vendégeket, a hallgatóságot. Lehet ez mandalafestés, lehet ez kisállattartás, vagy éppen állatvédelem, népművészet, és még sorolhatnám. Ma ezt a Kreatív Műhely című műsorblogban készített teásdobozt nyerhetik meg tőlünk, akár már karácsonyi ajándéknak is kitűnő lehet, úgyhogy érdemes versengeni. A kérdés a következő, mi is az a dekupás technika? A tippeket várjuk az alábbi elérhetőségeinkre. Amúgy pedig ne feledjék, szombaton Országos Ifjúsági Néptáncfesztivál lesz Nyíregyházán, ingyenes a rendezvény, a VMKK-ba bármikor bárki beleshet, és hogy hangolódjunk erre az eseményre, egy kis táncsal kedveskedik nekünk Szegvári Laura és Talián Márk. Várbunkot! Thank you.
A madárgyűrűzés rejtelmeivel ismerkedhetnek meg az érdeklődők november 14-én, azaz holnap. Erről beszélgetek Szigetvári Csabával, aki az Emisszió munkatársa. Szia Csaba! Sziasztok, és mindenkinek szép napot kívánok! Mikor, hol és egyáltalán milyen célzattal van ez a madárgyűrűzős napotok? Ez a madárgyűrűzés napunk, úgynevezett családi napunk, ez szombaton egész nap zajlik. A Nyíregyháza melletti Szelkótó mellett van, én már több évre visszamenőleg szokásosan ez a madárgyűrűzésünk, és kora reggeltől akár már 7:30-8-tól várjuk az érdeklődőket egészen sötétedésig. A pontos helyszínt ezt most így nehéz lenne elmagyaráznom, de a honlapunkon a www.emisszió.hu oldalon egy szép kis térképet is közé tettünk, hogy hogyan lehet megközelíteni a helyszínt. Egyébként rozsét, szőlő és mandabokor közötti útról lehet könnyedén megközelíteni, majd ott a helyszínen kis útbaigazító táblákat is kirakunk, hogy lehet eltalálni a madarakhoz. Ez a Szelkótó partján, romantikus környezetben elhelyezkedő kis halászkunyhó mellett van a madárgyűrűző bázis, és tulajdonképpen egyik oldalról ez egy tudományos természetvédelmi célú kutatás. A madárgyűrűzés a legjobb módja annak, hogy a madárfajok állományainak a vonulását, vagy éppen egy adott helyen azt meg lehet vizsgálni, hogy milyen madarak költenek, milyen madarak vonulnak. Ez teljesen az Emisszió projektje, vagy van itt valami társszerv, aki segít nektek? Ez hogy működik? Hát természetesen, mint általában mindig, meg ahogy szeretünk, sok közreműködővel dolgozunk együtt. Tudni kell, hogy Magyarországon a madárgyűrűzés szakmai témáját a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület szervezi, tehát ők adják ki a madárgyűrűző engedélyeket. Ők kezelik azokat az adatbázisokat, amik akár nemzetközi más madárvédőszervezetekkel kapcsolatba lépve lehet kideríteni, például, hogy egy adott madár, mondjuk, amit találunk, egy máshol készült gyűrűt, hol lett meggyűrűzve. És pontosan a gyűrűzőnk Petriláné Barta Enikő, aki hát már sokan ismerhetnek akár a régebbi foglalkozásainkról, akár a Nyíregyházi Erdei iskolájával, ahol most ő közreműködik ilyen környezeti nevelésben, neki van ilyen madárgyűrűző engedélye. Ezt ugyanis akárki nem végezheti, hiszen nagyon kis törékeny madarakról van szó, akikkel azért értőkezekkel kell bánni, és pontosan fel kell ismerni, hogy melyik fajta, milyen korú tojó vagy hím, szóval ilyen nagyon sok érdekes dolog, amit ő ezzel a családi nap alkalmával nem csak dokumentál, mint egy tudományos munka, hanem nagyon szépen beszél is róla, és meg is mutatja, hogy melyik madáron mit érdemes nézni, és érdekeseket mesél arról, hogy mondjuk egy süvöltő, ami Magyarországon csak vonuló faj, az milyen messzi északról jött, és ott mit eszik nálunk, mit eszik, szóval nagyon sok érdekességet lehet hallani. Egy ilyen mini biológiai órát is tart akkor az érdeklődőknek. Említetted nekem még a víkendes beszélgetés előtt, a műsor előtt, hogy ti biciklivel mentek ki ehhez a Szelkótóhoz. Lehet hozzátok csatlakozni? Akár a biciklis őrülteknek? Jó értelemben. Igen. Mert hogy ilyen hidegben én nem vállalnám be, az biztos. Hát nagyon reménykedünk benne természetesen, hogy szép idő lesz. Most is viszonylag enyhe idő van, és arra gondolunk, hogy ugye az elmúlt időszakban azért elég sok smogos napot is át kellett élnünk, és azért még kell az embernek a testmozgás, és ezért szervezünk egy olyan csapatot, akik szeretnének hozzánk csatlakozni, amelyik biciklivel közelíti meg a helyszínt. A nyíregyházi vasútállomás főbejárata előtt indulunk 8:30-kor. Hát természetesen, ha zuhogó eső van, akkor ezt kihagyjuk. És ilyen kis forgalmú utakon, ott a bokortanyák között kanyarokba fogjuk szép nézelődős tempóban megközelíteni a madárgyűrűző állomást. Természetesen a gépkocsival is lehet érkezni, tehát aki messzebbről jön, nyilván nem, vagy családdal, kisgyerekekkel, gépkocsival is viszonylag könnyen el lehet érni a helyszínt.
Na de hogyha a madarak témakörénél tartunk, akkor engem mindig is érdekel az, hogy mikor, mettől, meddig érdemes őket etetni, és egyáltalán mikkel, hiszen annak idején mondjuk, amikor én óvodás voltam, emlékszem, az óvónéni rakott ki nekik még szalonnát is. Valakinek ez tetszik, valakinek nem. Te szakmabéliként mit mondasz? Hát azt mondom, hogy foglalkozzunk a dologgal, és etessük a madarakat, amikor szükséges. Itt fontos megjegyezni, bár bizonyos országokban egész éven át etetik a madarakat, ez nem túl egészséges szokás, hiszen nekik meg kell tanulni a természetes táplálékot megtalálni, de a téli hideg időben bizony nem árt, hogyha segítünk nekik. Tehát ahogy az első komolyabb fagyok beindulnak, ott akkor nagy szükség van az etetésre, különösen ha mondjuk ónos eső van és mindent jégfed, akkor nem találnak ennivalót, vagy ha nagy hó leesik, de már mostanában el lehet kezdeni. A leguniverzálisabb táplálék ilyenkor a napraforgó mag, de a nyers, tehát nem füstölt, nem sózott napraforgó. Nagyon hasznos, hogyha kiteszünk zsiradékot. Itt a füsteletlen, sózatlan zsiradék jöhet szóba, tehát a nyers szalonna, a háj vagy a fagyú, amit érdemes kilógatni. A madáretetőnk mindig úgy legyen, hogy ne essen rá az eső, mert akkor elkezdhet penészedni a beletett ennivaló. Kenyérfélét ne tegyünk bele. Apró magvakat még emellett lehet, tehát kölest, mákot, vagy éppen ilyen aszalt gyümölcs maradványokat, kicsit már lejárt szavatosságú, nem édesített, nem ízesített müzlifélét is lehet, tehát amiben nincsenek mesterséges ízesítőanyagok. És egyáltalán mibe rakjuk, mert mondtad, hogy mindenképpen legyen fedele a madáretetőknek, de hogyha valaki nem ezermester és nem egy barkácsolós típusú, és nem tud egy ilyen tip-top kis madáretetőt összerakni otthon, vagy éppen nem költ rá x-ezer forintot, hogy már készen megvegye, akkor érdemes akár ilyen PET palackokba is rakni ezeket a magvakat, vagy az nem feltétlen jó a madaraknak? PET palackból is lehet nagyon jó etetőt készíteni. Nyilván nem okvetlenül olyan esztétikus, de például pont a cínegék számára lehet egy ilyen fejjel lefelé fordított PET palackot kitenni, ahol csak a zárókupak nyílás körül van egy kicsi nyílás vágva. Hát itt is figyelni kell, hogy megvágjuk magunkat, amikor ezt kivágjuk. És akkor felül be lehet tölteni a napraforgót, ha vágunk egy nyílást, és alul a kis cinkék meg tudnak éppen kapaszkodni a lábukkal, és ki tudják szedni. De én azt mondom, hogy nem az a lényeg, hogy nagyon szépen össze legyen rakva és csicsásan nézzen ki. A madarak megtalálják, ne essen rá az eső, ne fújja be a hó nagyon, és egy nagyon fontos dolog van, hogy a macskáktól biztonságban legyen. Tehát a közelből ne tudjon rá a cica ráugrani, mert bizony elkapja a madarakat, tehát vagy magas állványra tegyük, vagy más módon gondoskodjunk. Mennyire legyünk amúgy folyamatosak ebben az ügyben? Tehát, hogy én hallok olyat, hogy azért a madarak hozzá tudnak szokni ahhoz, hogy mondjuk a, nem tudom, szelkó tónál, az adott fánál ott van kaja, és akkor vissza-vissza járnak. Tehát, hogyha elkezdjük, akkor folyamatosan végig, akár tavaszig etessük a madarakat? Igen, ez egy nagyon általános és nagyon fontos tanács, hogyha a téli időszakban megkezdjük az etetést, akkor bizony oda szoknak a madarak, és sokszor messziről is oda repülnek. És hogyha különösen fagyos időben, kora reggel átfázva oda repülnek, és nem találnak ott semmit, akkor bizony lehet, hogy mire odaérnek, már eleve nagyon legyengülnek, és ezért különösen amikor zimankós hideg idő van, akkor ne hagyjunk ki napot. Ezért is jó például, és nagyon hasznos a fagyú vagy a szalonna, mert abból egy nagyobb darabot is ki tudunk rakni, és hogyha mondjuk elutazunk az ünnepek környékén 2-3 napra, akkor legalább egy ilyen darab szalonna ott van, az kitart annyi ideig. Tehát ez is egy jó praktika. Vagy kérjük meg a szomszédot, hogyha netán elutaznánk,
És mindenképpen akkor így a folyamatosságra hívnád fel a figyelmet. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és önöknek mondom, kedves nézők, ne feledjék, Csabával is lehet holnap találkozni a Szelkótónál, ugye Nyíregyházától nem messze, pár kilométert kell csak megtenni, ahhoz, hogy tájékozódjanak a madáretetésről és a madárgyűrűzésről is. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva találkozunk a viszontlátásra.